lényegében ugyanúgy szavakból áll, csak a szavakat nem mondják, hanem mutatják. Gesztusokkal fejezik ki. Tehát, hogyha van x ezer szó, akkor x ezer mutatási forma van? Igen, igen, ilyen van. Igen. Érdekes nyelv lehet. És milyen nehéz tanulni? Azt én nem tudom, tehát nem tapasztaltam még a dolgot, de akikkel beszélgettem erről az egészről, azok azt mondják, hogy a jelek azok legtöbbször intuitívak, tehát könnyű megjegyezni őket. De a nyelvtan az ugyanúgy más, tehát mint hogyha egy idegen nyelvet tanulna az ember. Mi a legnehezebb ebben az állapotban? Tehát a siketségben? Nem, ez ugye a fia siket. Hát most már én azt mondom, hogy Isten igazándiból megtaláltuk a helyünket. Úgyhogy most már nekünk ez nem nehezebb, mint előtte volt. De önben van egy elégedetlenség és egy frusztráltság. Még jó, hogy idefele hallgattam az előző adás felvételét. Igen, természetesen van egy kicsi frusztráltság, meg kicsi elégedetlenség. A kicsi az mennyi? Hát mondjuk az tényleg kicsi. Ami van, azt én beleülöm abba, hogy tevékenykedek. Beleülés az elmenekülés. Nem hiszem. De... Nem. De miért kéne beleülni? Hát az, hogy mit ölök bele, az tulajdonképpen úgy van az egész, hogy amikor az embernek születik egy siket gyereke, és akkor valamit csinál, de mondjuk mi a kokleáris implantátum mellett döntöttünk, ez rengeteg érzelmi energiát emészt föl. És az ember úgy, mint az atléta a tréning során, úgy hozzászokik, és úgy föl egy nagyobb szintű szintre lép olyan szempontból, hogy több mindent csinál, és jobban elviseli ezeket a magasabb szintű érzelmi terheket. És utána, amikor úgy megoldódik szépen lassan a dolog, hogy visszatér a dolog a kerékvágásba, és már minden tulajdonképpen működik, az ember még attól függetlenül tovább pörög. És nem, mint ön. Én. Igen. De hova pörög tovább? Szeretném továbbra is. Tehát azáltal, hogy mi a kisfiunkat megimplantáltattuk, és utána jöttek a sikerek, és láttuk, hogy jól van, 2 éves, 3 éves korára tulajdonképpen utolérte a kortársait, a beszéddel, meg a hallással is. Ez nekünk egy nagy sikerélmény volt. És ehhez kicsit hozzá is szokik az ember, hogy valamit tesz, és akkor jön az eredmény. Valami olyasmit tesz, ami nehéz, érzelmileg, igen, vagy technikailag is. Hogy siket a fia, ezzel nem lehet tenni semmit sem, mert ez egy állapot. Ez egy állapot, de hát azért annyit mégiscsak tettünk, hogy mi választottuk meg neki azt az utat. Oké, én azt értem, de miért frusztrált egy picit is? Frusztrált nem vagyok. Nem. Elégedetlen. Azt lehet inkább mondani. Tehát amit csináltunk, az hála Istennek minden optimálisan sült el. Tehát okay, ezért nem de mondtam, az előbb azt mondta, hogy ön bűnös ebben az egészben. Hát azért bűnösséget nem... Felelős vagy felelős. Hát valamilyen, igen. Igen, de, van bennem. De ez van, mi? Igen. De akkor bűnös is. A felelős. Hát, hogyha felelős vagyok, és ez aggaszt. Igen. Valóban, akkor... hát itt tulajdonképpen, hogyha már nagyon mélyre akarunk kapirgálni, akkor azt lehet mondani, hogy az ember, főleg a férfi ember, ugye maga a teremtés koronája, és hát biztos tökéletes. Benne. Ne, ez csak, tehát én nem vagyok benne biztos, de mondjuk tegyük fel, hogy így gondolkoznék, és akkor meggyőződik róla, vagy hát meg van győzve róla, hogy hát ő a teremtés koronája, és akkor hopp, becsúszik egy ilyen hülyeség, egy ilyen gén, ami nem úgy áll, mint ahogy kéne. Na, akkor az egésznek az alapja egy kicsit megrendül. És hát ezért én is férfi vagyok, bennem is megvan ez. Addig, amíg ez ki nem derült, tulajdonképpen az életemben minden optimálisan folyt. Ilyenkor szoktam megkérdezni, amikor valaki így határozottan állít, hogy én férfi vagyok, én meg kíváncsi vagyok, és megkérdezem, hogy mitől. Ez kár volt, hogy hoznám ezt a témát, mert láttam, hogy nem folytatom ezt, mert itt a másságról van szó, és én borzasztó régóta más emberekkel foglalkozom és dolgozom, és ez legyen akár narkós, alkoholista, másként gondolkodó, erőszakos, türelmetlen, makar. Szóval, és én is más vagyok, valójában mindannyian mások vagyunk. Mert mindannyiunkból én azt gondolom, hogy csak egy van.
Ez igaz. Ez igaz. De akkor ön miért van önnek bűntudata, hogy létrehozott egy más gyereket, akiből csak egy van? Attól függetlenül, hogy mi mindannyian mások vagyunk, és mindannyian értékesek vagyunk, és mindannyian egyediek. Értékesek lehetünk. Igen. Egyediek vagyunk, értékesek lehetünk, annak függvényében, hogy hitelesen teljesítjük-e a korunknak megfelelő állapotot. Ez alatt azt értem. Ha gyerek vagyok, akkor legyek gyerek. Uh-huh. De ha felnőtt vagyok, akkor esélyem van felnőni. Racionálisan és érzelmi szempontból egyaránt. Hát, hogyha így közelítjük, akkor tulajdonképpen én egy kicsit ebből a szempontból talán gyerek vagyok. Legalábbis olyan szempontból, hogy attól függetlenül, hogy mindenki, tehát én tudom magamnak, most már az eszemmel tudom, hogy mindenki ugyanolyan értékes teljesen, mindegy, hogy milyen, mennyire más. De azért mégiscsak az ember szocializálódik valahol. Az ember vagy ön? Mindenki, én. Mondjuk, hát akkor beszéljünk rólam. Tehát szocializálódok valahogy. Nekem elmondják, hogy mit kell csinálni, mikor gyerek vagyok, és akkor megpróbálom magamat ahhoz tartani, vagy éppen nem próbálom meg. Én olyan voltam, hogy megpróbáltam magam ahhoz tartani, mit mondtak nekem. És megtanulja az ember ezeket a viselkedés mintákat. Mondanak neked valamit, hogy kisfiam, az a jó, hogyha ötöst hozol az iskolából. És akkor a gyerek, én kisgyerekként elhiszem, és akkor ötöst hozok az iskolából, vagy legalábbis megpróbálok. Milyen szempontból gyerek még? Hát annyiból biztos, hogy ezek a dolgok, amiket én gyerekként megtanultam, ezek továbbra is ugyanolyan vezérfonalak az életemben. Ezeket nem fogom valószínűleg soha életre elveszíteni. Mit jelent az, hogy továbbra is gyerek? Ezt jelenti, hogy amit én gyerekként magamra szedtem, értékrendet, azt én továbbra is azt abszolút magammal hordozom, és nem is tudnám, nem is akarnám eldobni. Én ez alatt azt értem, hogy aki érzelmi szempontból nem mindig vállalja a felelősséget. Ugye most jönne a visszakérdezés, hogy én akkor nem vállalnám vajon a érzelmi szempontból a felelősséget? Hát, hogy a gyereke az valójában süket, és ezért ön úgy érzi, hogy ön ezért felelős. Tehát bűntudata van? Valamilyen szinten, de hát ezért nem ez a legfontosabb érzés. Valamilyen szinten ez nem pici. De, pici. De ezt merem mondani. Egészen biztos, hogy merem mondani. Minek ez a pici is? Az is megrendíti a hitelességét. Ez igaz. Ez igaz, de... És a gyerek meg fogja érezni. Ez tényleg igaz. Különösen akkor, hogyha magyaráz neki olyan fontosat, amikor őt megalázták. Ez valóban igaz, erre még nem gondoltam, látja Csernus doktor. Már csak ezért is megérte eljönni a beszélgetésre. De az is egy kicsit kérdés, hogy mit kezdhetnék én ezzel a picivel. És úgy kérdés az igazándiból, hogyha szembeállítom azokkal a dolgokkal, amiket én még ennél sokkal-sokkal fontosabbnak tartok jelen pillanatban. Például azt, hogy nem csak az én gyerekem van ebben a szituációban, hanem még ezernyi más. Ez igaz. Itt ez egy picit később, de még visszatérve erre, mert ez nekem jó. Fontosabb. Uh-huh. Hogy tudja, miért fontosabb? Mert hogy ezt a picit nem teszi helyre, egyszer a gyerekében meg fog szűnni a maximális tisztelet ön iránt, mint hiteles ember felé. Na jó, akkor próbáljunk meg ezt furkálni. Most már úgy értem, hogy mire akar kiukadni, próbáljuk meg furkálni. Tehát